annyira szeretem, amikor nézek egy Elden Ring videót, hogy hogy kell eljutni valahova, és what's up guys, it's Miyagi 8822 Dark Slayer coming at you back with another Elden Ring video, 3D-s intro. Aj, megőrülök ettől. Mi volt a build? És amúgy tudod, hogy hogy működik a DLC? Nem. Beírom, hogy Colosseum update, és így bejön egy ilyen teljesen irreleváns, ilyen event szervező iroda. Hol kell accesselni? A különböző Colosseumokba kell menni, és akkor... Aha. Na figyelj, ugye van a United Combat, ami kettő csapatban... United. Azt hittem, hogy Runited. Amúgy. Mekkora nyelvújtók lennénk. Ha mi fejlesztettük volna a játékot, akkor az lett volna. Hallgatunk japánokat, mert rengeteg jó japán játékfejlesztő van, akit én szeretek. És így hallom, hogy ugye... Bill Clinton, igen. Na, elvileg innen lehet hozzáférni. Három van egyébként. Van a Kélit Colosseum, a Lindel Colosseum és a Limgrave Colosseum. Igen, a Lindel. Ez a három, ahonnan hozzáférünk. A Royal Colosseum. Igen. És gondolkoztam egyébként olyanba, hogyha veszít a csapatod, akkor inni kéne valami alkoholt. Szerintem mehet, bár nem eszek olyan jó valószínűleg. Jaj, tényleg, mondták, hogy van lehet, spiritás, van. Lehet ilyen Pokémon battle-t csinálni. Hogy... Lehet, igen, csak az még annyira még nem fejlődött a community föl. Jó, hogy úgyis mindenki a kizét, a tíst használná úgy, mindenki. Úgyhogy ezt kapcsolt ki, mert az... Tehát a Combat Ordeal az 1v1, és a United Combat az a United States-ben játszott. Igen. Az első alkalom, ez most 1v1. Te jó is. Ott már nyomja magára! Én is most csinálom a 3 órás befolt, én is megiszom. Majd azért hajoljál meg neki, vagy VIP, dupla VIP! Az milyen? Dupla akkor VIP. Nem fogunk perizgetni. Ne, ő a VIP-les. Hát ez micsoda? Á, turisten! Szerintem ez még csak a tutoriál, de nem de akkor miért itta volna meg a meginnivalót? De mondjuk ezeket miért nyeri be szegény? Szerintem lehet, azért, hogy lagol, mert... mint az állat? Nem, szerintem azért, mert egy gép. Tehát, hogy vagy Kagoshimai, nem tudom. Ez alapvetően egy gép. Lemaradtál. Leperiztem, és a Perry közben megölte őt visszafele a 3 arany korong, amit kidobtam. Most ez azért van sikerélményem legyen, akkor azt mondom. Igen, ezért már nem játékos. De most meg negált egy helyben. Biztos nem játékos, most kitiltelt ezen? Nem tudom, nem úgy mozog, mint egy gép. Nagyon laggol. De lehet, hogy csak jól meg van csinálva a játékos karakter szimuláción. Most valahogy ő is leperizni engem. Jaj, de cuki. Jó, ez egy játékos. Ugye? Ez egy játékos. Ajaj. Annyira cuki ez. Az a gondolkodásmód, hogy leperiz egyébként így ezzel a netcode-del, az csak neked megy. Én a perim, amit az előbb csináltam, az nagyon szép. Ugye megnézem, hogy van. Oda nézd, mit vett elő! Tudja, hogy mi kell a győzelemhez. Ajaj. Vágod, és megvan. Kitapasztaltam a perit, vágod, mert tudom jól, hogy kell ezt a szart leperizni, ahányszor szembe jött velem. De ez meddig megy, örökre? Nem, van egy timer elvileg. Ó, viszont vannak rankok, basz! Most lehet meghalok. Van elórendszer! Of course. Cease combat. Rendben. Ennyi volt? T-post. Ja, hogy zárjátok le, kész, vége? Hát ez supreme. Supreme combat. Ja, most nézem, hogy ha mindegyiket meglátogatom, akkor utána fogom tudni váltani, hogy hova megyek. Igen. Ez a rank 1 volt még egyelőre. Új, figyeld, ő már rankos. Rank 4 a gyerek. Letépózoltam. Rank 4 a gyerek. Nem fogunk tudni varázsolni, mert ugye a ketten elég hólik. Ugye az rank 4? Igen. Ó, ez nagyon rossz trade volt. Szép charge volt, nem? Hát ez tudja, mit csinál. Azért kell máshogy játszanom, mert ez az a pajzs, ugye, ami vissza fogja verni a varázslataimat. Amúgy ez érdekes, mert nem tudom, hogy ugye soha nem játszottam másik holy játékos ellen. Nem, izét használt, most elhasználta az, hogy végtelen fókuszpontja legyen egy ideig. A hitbox? Hello? Ja igen, és le akarja perizni a saját. Interesting. Nem gondoltam arra, hogy odáig elér. Látod, leperizi a sajátját. Igen. És mindig charge-olja, hogy ne tudjam leperizni, nagyon-nagyon ügyes. Kicsit változtatunk a taxon. Ez a counter hit damage-emen növel. Az. És most vettem ki pont a Perry talizmát. Most szép. Megöltem volna, hogyha nem veszem ki. Azonnal tudja, hogy mit akarsz. Ő ott hillen. Szép. De mondjuk egy ilyet csináltok. Uff. Most már tudja. Ó, neki széklet be, így van. Ez a nyelmet. Ez igen. Ez lesz a tax. Áha. De ilyet én is tudok, haver. De látod, nem bírom megszakítani. Igen. De nagyon kiszámíthatóan csinálja ezeket. Az ember most nagyon látja, mit akarok csinálni, de ilyeneket nem merek, amit mondjuk Millennia ellen ilyeneket csináltam folyton. Hát most bejött, de ha üt, akkor én arra nagyon-nagyon ráfázok. Azért dobott be egy 4-es, mert látta, hogy mennyire megvertem a másikat, és aha. Akkor gondolom, ha most ezt is meg a következőt is megnyerném, akkor egyből bedobom egy ötösbe. Ez tök jó, hogy van egy ilyen rendszer, tehát ezt kitalálták. Mind a ketten, a holy. De golden order-esek vagyunk. Hát mind a ketten, igen. Ez egy jó második meccs volt. Ez nagyon jó volt. Amúgy most tökre kipróbálnám más buildekkel most ez, de azok a karakterek még nem tartanak sehol. Ja, hogy itt mindig van
Azt, olyat nem szeretnék. Jajaj. Nem akarok pokémonozni. Akkor menjünk vissza. Akkor a Lindelit megnézhetjük még, azt jó. Hol van? Légy szíves, csak egyet hagyjuk, se kérlek. Akkor borozunk, mit szólsz hozzá? Én köszönöm. It's a bor, alright. Olyan bor illatú. De jó, ó, ez a bor, bor, te tetszik, édes. Tetszik neked ez a bor? Most, hogy kikaptál, inni kell. It's alright. Most úgy itatsz engem, mint a Linguinit. Jaj, de jó a lecsó, de szeretem. Ú, de jó a lecsó. What morning is tomorrow? Hoppili, hoppá! Hoppili, letis pundala! Today, we're gonna get the new weapon. I read in the patch the new weapon. It's pretty good. Az a baj, hogy nagyon élvezem az Elden Ringet, meg itt veletek játszani, de igazából csak a kutyát szeretném petelni. Kifosztom ezt a sztort szerintem. Vedd is meg. Bejárat. Nagyon örülök neki, hogy explorálok. Nem, hanem hogy úgy érzed, hogy a jó úton. Nem, mert ez legalább egyfajta... Sikerélmény. Jól van, ügyes vagy, majdnem kijöntetek, úgyhogy így ad. Nem ömlött ki, mert pont úgy... De amúgy nem haltál meg, nem tudom, miért iszol. Mert jól esik. Mert mai adásnak a legfontosabb kérdése, hogyan jutunk el a szaros Kolosseumba? Bármikor. Bármikor eljutunk, csak pont ki bárhol, bármikor. De most ne arra menjünk, mert arról már jöttünk. Nem, mert ott már néztük, hogy ott nem tudok bemenni, mert be van dugulva. Akkor csak át kéne ugranod. Nem tudom én már ezt. Amúgy tényleg level cap az hogy van a multiban, mert nyilván nem szeretnék 900-as szintű ellenfelel menni. Érdekes kérdés. Igen, hogyha már meglátogattad mindegyik Kolosseumot, akkor a Marika Statue-nál a Roundtable Hold-ba be tudsz lépni a Kolosseumba. Hát, akkor meglátogattuk minden hármat. Nézem, hogy van-e bármi level cap, de nem látok. Itt van a duel, aha, tehát az első volt a speed-es. Az neked jó. Az nagyon nincs jó. Nincs level range. Ez is valami nagyobb szintű ember amúgy. Viszont ő nagyon agresszív, ő egy... Ő egy gyors karakter. Mi? Az hogy nem ment be az a perry? Eltalált, ott a point down. Nézd meg. Jó kis meta. Közben volt meg ADHD-je van, megy a másik monitoron a, nem tudom, egyetemi diszertáció, vagy valamilyen random Family Guy compilation, harmadik kezével közben édesanyja helyett takarít otthon, ezt ismerem, I was there. Nézzek, konkrétan egy kis fejszel, meg egy nagy fejszel. Ez a rossz tét volt, ezért még egy rosszabb perj volt. Na gyere, bazd meg. Ebben a játékmódban nem tudsz hírelni, azt látom. Annyira szerettem volna ezt a rolkát. Ez a játékmód nem túl kielégítő, hogyha valami olyan ellenfeled. A heavy-eteket csinált, ha light-etek lett volna, akkor elkapja a perj. Igen. Ez jó, játszunk még néhány ilyet. Tetszik? Hát most meg akarom nézni, mi a metagame. A problémám nekem ezzel az, hogy nagyon hamar van vége. Bár mondjuk legalább akkor és sokat ötőképp. Ezért mondom, hogy az lenne, ha kombinálnánk az elsőt meg a harmadikat. Egyik nap azt álmodtam, hogy a szakdolgozatomhoz meginterjúoltam a Miyazakit. Kínaiul. Ó, ez... Az a durva, hogy ilyen rangt embereket ad be ellenet. Hát mert tudja, hogy én ilyen nagy ember vagyok. Tudja, hogy hatalmas a molekulád. A molekulát. Na gyere, dobálj még. Amúgy az mi? Az lingering hitboxú. Kerencsök közel countra méri a rangot, vagy a karakterre. Még egyszer. Ezt nem is biztos, hogy ezt lehet. Még kicsit később csinálom. Na még egyszer. Olyan lenne, ha le lehetne. De lehet, hogy ezt amúgy nem lehet. Is it nerfed? Lehet. Amúgy lehet, hogy... Ja, azt mondom, hogy... Ja igen, azt mondom, hogy nem lehet backstabelni, azt tudom. Lehetetlen. Annyira más a backstab netcode, hogy unblock nem lehet multiban backstabelni. Lehetetlen. Ha megáll egy helyben, akkor tudom csak megcsinálni. Akkor figyelj, ilyet elnyomok erre, hogy reagál. Ó, igen? Azt nézem, hogy... Ezt amúgy kurván nem érte meg, de most már nincs rajta buff. De most már nincs rajta buff, igen. Oké, egyetlen módon tudom ezt megnyerni. Úgy. Nem sikerült. De most már az vagy, hogy tudja, hogy erre készül. Igen. Senkit nem érdekel. De mindenféle vízzékről az, hogy nem volt meg ez a perry már megint? When I was a boy, never get on sold. When I used to be old town airway. There's a house on the river. Under the stone light.
csak nem kaptál akkor... még rangot, úgyhogy... Hát gondolom, kérdés, hogy vissza lehet-e esni amúgy biztos, rangba. Biztos, hát úgy van értelme. Golden Belt, én is felrakom a Golden Belt akkor, bazd meg. Hát nehogy megyek. Amúgy néz a HP-mat, de vicces, hogy amúgy ledodzsoltam. Nem jönnek be ezek a perik most. Tudod mit, akkor kihasználjuk a netkódot mindjárt. Júj. Azaz. Ó, sik! Be is ment! Ez volt a csicskító! Ennél szebbet én nem láttam még ma. Nagyon nehéz ezen a spellen játszani. És olyan tudok másik helyen. Igen. Is. Menjünk már izébe a kérdésbe. Egy, mondjuk egy... Legyen egy ilyen shitfest. Nyomjunk egy ilyen shitfestet. Komolyan? Aha. Kipróbálod? Na most az a kombatant az én barátom, akit ott látok? Ez kettő? Itt, igen. Aki melletted van, igen. Ó, az nagyon jó. Ugye ez de jó netkódja van. Tetszik? Meg kell genkelni a másikat. Már le is lőtt valaki hátulról. Tudom, hogy nem lenne fun, de ez nyilván úgy lenne igazán jó, hogyha lenne friendly fire. Úgy lenne igazán fun, hogyha haverokkal. De hogyha te ilyen Perry mester vagy, akkor legyél. Én is tudok ilyet játszani. Oké. Ó, az meg lett volna pedig. Meg bizony. Never mind, de amúgy látod, ő meg beadta. De látod, hogyha amúgy nem backstabeltem volna, akkor jobban igen. Jártam volna. Az viszont nekem nagyon zavar, hogy nem látom, hogy mennyire vagyok lemaradva. Ezt fogja csinálni az úr, hogy folyton itt rúgdosni fog engem? Milyen durva lehet a 3v3, hogyha ez is ennyire... Oké, ez jó. Mindenkinek van ranke, csak nekem. Oda néz, hogy kiszúrtuk a levegőből. És olyan gyűrűje van, hogy messziről nem látjuk. Ez nem egy true combo, amit csinál, ez nem, it doesn't work, man. Az közben másik az, hogy nyomja a szuper kombuszó. És nézd meg ott a fejed fölött, hogyha megöltél valakit, akkor van egy ilyen sárga cucc. Húha, azt hiszem ez nem arról szól, hogy 1v1-be... jó? Hát nincs a fejem fölött, mert a vezető csapatnál van. Ja, de nem, igazad van, tényleg streak. A defeat érje. Jó, az amúgy az... nekem egyébként így gameplayre tetszik. Tehát, hát it's fun. Abszolút, móka. Igen. Hogy nem? Nem értem, szerintem tökre időbe csinálom. Ó, izén leütött az, hogy beszparnott. Igen. Ó, nem volt, elfogyott. Micsoda referenc. Láttam, mit csináltam? Ez nagyon odarító volt. Old Bull, ez a Supreme Combatant, láttad? Aha. Nyomunk még egy ilyet, ez jó vicces volt. Aha. Csak bármelyik aréna. De jön. Így jó, hogy le lehet blokkolni a split-est. Tehát ez is ja. Fasza, nem? Ja, szerintem. A manual matchmaking az tök jó. 300 szek a combat, most írta. Old Balls, ő az! Hát az jó volt, nagyon sajnos old az Old Balls. De ez én nem tudom, használni ezt a spellet valami a kerülni teljesen. Hát akkor szerintem ezt majd le kell szedni. Azt a kurva. Ne, érdekel, miért nem megy. Azt hiszem itt a... Figyelj! Let's go! Az a baj, hogy nagyon sebzett, nagyon... De hát ez a srác, ez nagyon ilyen meta... Igen. De nem értem, miért nem tudom leperizni, mert lehet, hogy nem perjéből ez a fegyver. Gyerünk! Meghalt ő is. Szép, ez egy csodálatos trade volt. Hello! Egyből hátba tudtam szúrni vajon? Nem, ez mekkora bullshit volt. Igazából bármelyik másik két karakteremmel jönnék, azt hiszem sokkal jobban működne. Mert ennek a karakternek nem nagyon van gameplay, ez inkább egy ilyen fantasy. Uh-huh. Nagyon rosszak ezek a perik, nem tudom miért kések vele ennyit. Minek? Csak ölj meg, és minek ez az animációt végignézni. Nagyon szép! Megöli? Nem öli meg. Nem. És ivott! A magák a sima ütések sokkal jobban időzíthetőek, tehát tényleg vannak mix-upok ebben a játékban. Uh-huh. Ez most szerintem most nem figyelt. Lehet, kiszniper-oltuk. Szép. Nem is látom a srácot. Sikerült? Az nagy burst volt, csak a másik. Ja, meg igen, az a másikban ugye ezzel a fegyverrel főleg szúrok, és ez szerintem nem jó netcode miatt, tehát sokkal többet érnék vele, hogyha lenne több slashing. Slash weapon, igen. Na jó, tudod mit, akkor játsszuk ezt, hogy csak dobálom, azt meg már meg is hal mindjárt. Nem. Jó, nem talált. Betalálta, csak vége van. Az meg leült, kész. Azt hiszem tetszel neki. Én rátépózolok. Szerintem tetszel neki. Bejössz neki, Andris. Hát elég szépen. A Royal Blood. A Royal Blood lány. Nem is tudok mit kitalálni. Jó! Ajajaj, az a nagyon kell vigyázni azért, a gépi fúróval, ami nála van, az nagyon van hitel. Gépi fúró? Hát ha van az a gépi fúró támadás, az egyből megvalóan bemegy. Igen. Hello baby, bazd meg, nem ölsz meg!
Most mire vagyok lokkolva amúgy? What's going on here? Aja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 j
Az a baj, hogy mi a fasz, alig sebeztem belé. Azt, ezt a netkódot figyeld. Oké. Okay. Hello. Most csak jumping attack-eket csinál, ez a Perry az annyira PTSD-t okozott neki. Ez mi? Már megint, mire vagyok lokkonolva? Oké, rendben. Halló? Okay, ez a guy, ez Albániában játszik, nem tudom, ez. Éppen süti a kenyeret, tudod, közben. Ezó köztársaságból játszik. Mi a neve? Jack the Slave Eater. Slave Eater? Hát, azt hiszem tényleg Mezopotámiában. Nem túl PC. Nagyon jó. Azt szerintem nyomhatod a Magic-et. Azt, hát azt szerintem leperrizni, de te tudod a játék. Így nehéz leperrizni, közben baszogat a másikból. Egy valakinek funky a netkódja. Hát ez nem tudom másról lenni, ez a guy, ez, nézd meg, úgy néz ki valószínűleg a valóságban is, mint a játékban. 5 különböző szín van rajta. Oké. Okay. Nagyon szép. A genk. Meghalt. Megölte őt sajnos a villám. Most kell egy spellt. Vagy inkább ez viccos. És most a spell. Nincs fölkészülve rá. Nem tudok olyan gyorsan váltani. Látod? Ezen múlik minden, Andris. Vajon sikerül legyőzni Godrint? Azt hittem, azt lehet perizni. Vajon sikerült legyőzni Godrint? Te sikerült kiperizni, de vagy valami történt. És defeat. Mondjuk úgy ez, mint a Sephiroth, hallod? Az a neve! Sephiroth! Az a... Adjál már! Mit gondolsz az Elden Ring gameplay-ünkről eddig? Szerintem kurva jó. Szerintem szórakoztató. Szerintem ebből egy olyan 15 perces videó lesz, hogy leruhad a... Szerintem egy part 2 is lesz belőle, és az a lesz a vége, ahogy elkezdünk indiaiakkal vicceskedni, hogy kibondol minket a YouTube. Ne.